Sziasztok! Mai témánk az elköteleződés. Régen nem jelentkeztem. Az igazság az, hogy ez a téma annyira átfogó, hogy bármikor tudnék belőle egy egész estés előadást tartani, és hát hál' Istennek rengeteg munkám volt, így megpróbáltam tologatni ezt a dolgot, hogy hogyan lehetne rövidre fogni. Az a helyzet, hogy nem fog menni igazán röviden, úgyhogy ezért előre is elnézéseteket kérem. Ellenben azt gondolom, hogy talán lesz annyira átfogó és érdekes, hogy érdemes velem tartanatok. Ez továbbra is a Kávéz velem, és Pünkösdi Nóra vagyok, kommunikációs szakember és párkapcsolati tanácsadó. Nézzük a mai témánkat közelebbről, de először ígyunk egy kis kávét. Mi jut eszünkbe egyáltalán arról, hogy elköteleződés? Hát ugye azt mondjuk az anyakönyv vezető előtt, illetve a templomban egymásnak, hogy jóban, rosszban. Hát abból nyilván a jóban azért egyszerűbben működik, mint hogy a rosszban is kitartsunk egymás mellett, no de az elköteleződés pont akkor méretik meg, amikor valamiféle gondok vannak. Nagyon sokan félnek tőle, nagyon sokan nem mernek elköteleződni. Van egy időpont, amikor még nem szabad elköteleződni, és van egy olyan határidő, vagy hogyan mondjam, amikor viszont már mindenképpen érdemes lenne ahhoz, hogy jó kapcsolatban, vagy kiegyensúlyozó kapcsolatban tudjunk élni. Ugyanis, ha egy háznak vesszük ezt a bizonyos felépítményt, ami a házasságunk vagy párkapcsolatunk, akkor annak a két legfontosabb tartófala, nézzük most kétdimenziós házat, a bizalom, illetve az elköteleződés. A bizalomra már előzőleg szó esett, itt találod a linkjét. Most jöjjön az elköteleződés. Erik Frommnak van egy érdekes idézete. Ő azt mondja, hogy szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés, az döntés, ítélet és ígéret. Hát ez eddig rendben is van, de mi az, hogy több, mint egy erős érzés? Én azt mondom, hogy az elköteleződés egyáltalán nem érzés, hanem igenis egy döntés. Egy döntés a másik mellett, és arra vonatkozóan, hogy együtt kívánjuk megoldani a különböző felmerülő problémáinkat. Nagyon sokszor van olyan, hogy eljön hozzám egy pár azzal, hogy a kapcsolatuk egy kicsit ellaposodott, eltávolodtak egymástól, és ezen kéne valamilyen módon segíteni, kicsit fel kéne turbózni a köztük lévő dolgokat. Majd gyakran felmerül az egyik félben, hogy hát lehet, hogy azért nem tud ő igazából a társa felé fordulni, mert ő már nem szereti eléggé, vagy nem szereti annyira, hogy felé tudjon fordulni. Akkor szoktam nekik elmesélni azt, amit most beled is szeretnék megosztani. Gondolj egy olyan napra, amikor felébredsz, és eléggé ballábbal keltöl, kinézel az ablakon, ráadásul még az eső is esik. Mire gondolsz? Úristen, de jó lenne visszabújni, és fejemre húzni a paplant. Na de nyilván ezt nem teheted meg, mert ugye úgymond elköteleződtél a munkahelyeden. És akkor azt veszed észre, hogy mégis összekapod magad, elindulsz a munkahelyre, ahol mondjuk szembe jön egy kolléga, és azt mondja, hú, de klasszul nézel ki, milyen csinosan öltöztél fel. Már egészen jól érzed magad. Ezután bemegy egy jól sikerült értekezletre, ahol mondjuk még a főnököd is megdicsér azért, amit előző nap leadtál, és tulajdonképpen délre eljutsz oda, hogy annyira hihetetlenül távoli az a piszok rassz reggeli ébredés, hogy nem is érted, hogy hogyan gondolhattad azt reggel, hogy ezt a klassz napot érdemes lenne kihagyni. Hát ugyanígy van a párkapcsolatunkban is. Abban a pillanatban, ha meghozunk egy döntést,
a döntésünk mögé az érzelmeink be fognak állni. Nyilván a döntésünk következtében megfelelő dolgokat fogunk cselekedni, azaz a másik felé fordulni. De nézzük tovább az elköteleződés témakörét. Biztos mindenkinek megvan az, milyen az, amikor mondjuk egy kétnapos rendezvényre az ember lemegy valamiért vidékre, egy meetingre, egy mondjuk esküvőre, keresztelőre, számtalan ilyen esemény. Na, hát lényeg az, hogy egy éjszakára bejelentkezel egy panzióba. Mit fogsz kipakolni a bőröndödből? Hát nyilván a gyűrődő ruhát, amit az aznapi eseményre szeretnél felvenni, a hálóruhádat, a neszeszeredet, meg a törölközödet körülbelül. Nem fogod kipakolni a szekrénybe a másnapra való hazaútra tervezett lengyébb ruhát, a másnapi fehér neműdet, mert egyszerűen nem vagy elköteleződve a hely mellett. Ugye, ez csak egy ilyen átmeneti szállás az életedben. Hát nagyjából így néz ki az a párkapcsolat is, ahol nem vagyunk elköteleződve. Gyakorlatilag olyan, mintha a bőröndünkben benne lenne a cuccaink 90%-a, ami éppen nem használatos, és az oda lenne tolva az ajtó mellé. Bármikor futásnak eredhetek, csak hogy ezt a dolgot a társad is érzi. És ez meg fogja ingatni az ő elköteleződését is, és hát halljuk be őszintén, a bizalmát is. Nagyon-nagyon fontos, hogy érzi-e azt a társunk, hogy mi valóban vele vagyunk, és elkötelezettek vagyunk az irányában. Mert hogy ugye, ha nem köteleződsz időben, akkor az olyan, mint a folyamatosan az ajtóban lennének a bőröngyeid. Nézzük tovább a dolgokat. Mi az, ami egyáltalán nem az elköteleződést erősíti, ami nem arra utal, hogy te elköteleződtél? Például az, hogyha külön pénzügyi terveid vannak. Ha van egy B-terved a szökésre, arra, hogyha elváltok, hogyha véget ér ez a kapcsolat, gyűjtögetsz mondjuk egy külön számlán pénzt. Vagy egyáltalán mondjuk a társad nincsen beleavatva abba, hogy te mennyi pénzt keresel. Aztán ugyanígy nem igazán az elköteleződést erősíti, hogyha nem húzod meg a határaidat, hogyha flörtölgetsz, hogyha azt érezheti a társad, hogy nem lehet benned biztos. Na most ne értsük félre egymást, nyilvánvalóan mindannyian örülünk annak, hogyha a társunk mondjuk egy fokkal szebb az ördögnél, mások is kedvesnek, szimpatikusnak tartják, netán még egy picit akár irigykednek is ránk, hogy nekünk milyen klassz társunk van, de nem szeretnénk azt érezni, hogy a társunk megkapható, hogy a társunk elvihető. A másik dolog, ami miatt igazából nem veszélytelen ez a flörtölés, hogyha a csápjaimat kifelé irányítom, vagy az adóvevőmnek a továbbra is radaroz a terepen, akkor előbb-utóbb biztos, hogy találni is fogok valakit, akivel tovább megyünk ezen a flörtöléssel kezdett úton. Az a helyzet, hogy mindazokat az energiákat, amiket a kapcsolatodra kellene fordítanod, tulajdonképpen azokat engedett szabadjára kifelé. Tehát ennek nem igazán van értelme, hogyha hosszabb távra tervezel a társaddal. Aztán nyilvánvalóan az sem erősíti az elköteleződést, illetve nem abban az irányba hat, hogy a társad elhiggye, hogy te el vagy köteleződve, ha rendre a veszekedések kapcsán megfenyegeted azzal, hogy el fogsz válni. Az a baj ezzel az elköteleződés dologgal, hogy nagyon sokan úgy élik meg, hogy az elköteleződés az valamiféle békjó, vagy valamiféle börtön. Na most az a helyzet, hogy ez tulajdonképpen a kifordítása az egész dolognak, tehát lehet ebből a
szemszögből is nézni. Esther Perelnek van egy nagyszerű mondása, hogy az elköteleződés kapcsán nem azzal van gond igazából, hogy veled, hanem azzal a részével van gond, hogy mással nem. És hát ugye hozzuk be ide is azt, hogy maga a választás, mint döntés, az mindig egyfajta lemondással is jár. Mert ugye, hogyha én 10 millió ember közül téged választalak, az egyúttal azt is jelenti, hogy az összes többiről lemondok, mert hogy ugye azért általában nálunk jellemzően az elköteleződés az egy személyhez kapcsolódó. Tehát van az a választással járó lemondás, ami mondjuk fájdalmas. Na de ugyanakkor, ha belegondolsz, soha a büdös életben nem lesz olyan párod, akinél ne lehetne a piacon szebbet, jobbat, csinosabbat, okosabbat, akármilyen ebbet találni. Viszont, hogyha állandóan azon vagyok, hogy biztos, hogy a legjobbat választottam el, biztos, hogy elmerjek-e köteleződni, blá-blá-blá, iszonyatos energiákat fog felőrölni, és azt fogja jelenteni, hogy igazából soha nem lesz nem nyugvásod. Egyetlen párkapcsolat sem tökéletes, egyetlen pár sem lehet tökéletes igazából. Mindig minden kapcsolat így leírható, igenis vannak hullámvölgyek, amikor valami nézeteltérésbe keveredünk, amikor valamiért egy krízis következik be, nincsen olyan kapcsolat, amit egy egyenes vonallal le lehet írni. De ugye az EKG-n sem nyerő, mint már többször megtárgyaltuk. Szóval köteleződj el, sokkal több boldogság várhat rád, vagy kiegyensúlyozottság egy kapcsolatban. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy valaki elköteleződésre képtelen. Az én párom az Istennek nem akarja megkérni a kezemet. Vagy az én kedvesem nem akar hozzám jönni. Miért lehet ez, hogy valaki elköteleződésre képtelen? Mondjuk rossz házasságban éltek a szülei, és nem szeretné ezt a dolgot megismételni. Ezért érdemes tanulni arról, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes tudatosan párkapcsolatban élni, mert hogy igenis ezeket a mintákat felül tudjuk írni, és nem kötelező, hogy feltétlenül rossz házasságban éljünk mi is, ahogyan a szüleink. Aztán lehetnek persze okozói, vagy lehet okozója a rossz kötődési stílus. Kötődési stílusról már egy videóban beszéltem. Alatta megtaláljátok a linkjét a cikkemnek ebben a témában, illetve egy kötődési stílusról szóló teszt is van. Na de nézzük, milyen a bizonytalan kötődés, az elutasító elkerülő, illetve a szorongó elkerülő is nagyon nehezen tud igazából elköteleződni, mert ambivalens élményei vannak az anyukájával kapcsolatban, ha valószínűleg ő volt ugye az elsődleges gondozója. Mert hogy azt kellett megélnie, hogy vagy nem számítottak az ő igényei, vagy hol igen, hol nem inkább ezt. Hol reagált anyukám, hol nem. Hol jól reagált, hol nem jól reagált. Tehát mondjuk bepelenkázott a helyet, hogy megetezett volna, mert éhes voltam, és így tovább. Ezeknek a kötődéseknek gyakorlatilag az a lényege, hogy nagyon-nagyon nehéz elhinnem a másikról, hogy jó lesz nekem vele, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni. És hát aztán van a legrosszabb verzió, a bizalmatlan elkerülő vagy dezorganizált kötődésű, akinek nagy valószínűséggel a gyerekkorában szerepet kapott a teljes elhanyagolás, mert hogy a szülő valamilyen módon függő volt, alkoholtól, drogtól, esetleg beteg volt, mondjuk a depressziója miatt nem volt képes jól kapcsolódni a kicsihez. Mindezeket egyébként terápiában lehet kezelni, úgymond, vagy felülírni,
vagy elmozdulni a biztos kötő, biztonságos kötődés irányába, illetve hát egy jó kapcsolat és egy türelmes társ, aki mondjuk biztonságos kötődésű, sokat tud segíteni abban, hogy a biztonságos kötődés irányába mozduljunk el. Már el van köteleződve. Te jó Isten, mire gondolok? De nem arra, hogy szélhámos, és van már felesége, vagy van már férje, hanem itt most az anyós-após konfliktusok hátterében lévő dolgokra gondolok, amikor a kedves szülő nem engedi leválni a gyereket érzelmileg, anyagilag, vagy egyáltalán. Tehát amikor valamilyen módon függőségben van a szülőktől, akkor sajnos soha nem lesz számára a társa az elsődleges, és a párkapcsolata a házassága. Mert akkor anyukához fog rohanni a problémáját megbeszélni, mert mondjuk anyuka anyagilag támogatja, és ebből eredően azt gondolja, hogy beleszólása lehet a dolgokba. Szóval nagyon-nagyon nem oké, hogyha az ember felnőttként nem tud a szüleiről leválni, nem valószínű, hogy menni fog az, hogy jó, kiegyensúlyozott párkapcsolatban élhessen, ahol a társa azt érezheti, hogy az irányába elkötelezett. Aztán a fogyasztói társadalom hatása az úgynevezett bőség zavara is bejön itt. Ugye választásokról már beszéltünk, mennyivel könnyebb az, amikor mondjuk két mosógép közül ki kell választanom, hogy melyiket vegyem meg. Nyilván összehasonlítom a különböző funkcióit, a méretét, a rendelkezésemre álló helyhez képest, ugye melyik az, amelyik jobban elfér, és tovább, és kiválasztom valamelyiket, ez nem túl bonyolult feladat. Na de itt kérem, megjelent a fogyasztói társadalom, és 10-20 mosógépből kell kiválasztanom, és megint csak bejön ugyanaz, hogy oké, de akkor a többi 9-ről vagy 19-ről le kell mondanom. Ugye ugyanígy megjelenik ez az elköteleződési képtelenség emiatt is, hogy ilyen rengeteg lehetőség van az internet korában. Mikor köteleződjünk el, és mikor ne? Na most én inkább azzal kezdeném, hogy mikor ne, mert ez szerintem sokkal fontosabb, vagy sokkal inkább elszúrhatjuk az életünket, ha akkor köteleződünk el, amikor nem kellene. Ne köteleződjünk el az első másfél évben. Miért mondom ezt? Sokszor szóba került már igazából, egyszerűen olyan hormonális változások zajlanak a szervezetben, a gyönyörű rózsaszín felhős bíborlila ködös időszakban, ami gyakorlatilag azért lett kitalálva, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hogy szaporodjunk. Na de ahhoz, hogy szaporodjunk, ahhoz azt szeretné, hogy ne lássuk, hogy mi az, ami a másikban rossz igazából, vagy ami miatt ez a rossz, ez így túlzás, de hogy ami miatt nem vagyunk egymáshoz valók. Egyszerűen felnagyítjuk a pozitív tulajdonságait a másiknak, és lesöpörjük az asztalról mindazokat a dolgokat, amik arra mutatnak rá, hogy nem lesz hosszú távon gyümölcsöző ez a kapcsolat. Szóval ne akarjunk halálszerelmesen férhez menni, vagy feleségül venni valakit, mert nem biztos, hogy nem fogunk meglepődni, amikor visszaszállunk a földre, és ismét reálisan látjuk őt. A másik nagyon nagy hiba, ha mások elvárása miatt tennénk, ha azért, mert a szüleink már szeretnének unokát, vagy mondjuk azért, mert a barátaink azt mondják, hogy olyan csodálatos pár vagytok, miért nem házasodtok már össze? Ne akarjunk ennek megfelelni. Akkor menj férjhez, vagy akkor vedd feleségül a társadat, hogyha neked belső késztetésed van erre, és úgy érzed, hogy igen, jó lesz ez a kapcsolat. De nem másfél éven belül. Legkésőbb 3 év után azonban mindenképpen érdemes elköteleződni, hogyha jó kapcsolatban szeretnénk élni, és miért is. Az a helyzet, hogy az első 2-3 évben abszolút megszilárdul az, ahogyan
beszélünk egymással, ahogyan vitázunk egymással. Na most, ha nem vagyunk egymás irányába elköteleződve, akkor az a helyzet, hogy ennek megfelelően fogunk vitázni, és akkor egy vitában sokkal kevésbé leszünk empatikusak, sokkal kevésbé próbálunk konszenzusra törekedni a másikkal, sokkal inkább fogunk izmozni azon, hogy már pedig én nyerjem meg ezt a vitát. És ezek a dolgok rögzülnek, és hiába fogunk egymás mellett elköteleződni, hiába fogunk összeházasodni, ugyanezt a konfliktus megoldási stílust fogjuk magunkkal vinni igazából a házasságunkba. Nem beszélve arról, hogy nyilván lesz egyfajta sértettség az emberben, hogyha mondjuk 8 év után próbálja megkérni a kezét a társa, vagy 8 év után mondana igent a nő végre az ostromra, és nem is lesz olyan hatással az egésznek. Mert mondjuk már nyilvánvalóan együtt élünk 8 év után, és nem lesz meg az a nagy hatás attól, hogy összeházasodunk. Szóval érdemes másfél év és 3 év között valahol eldönteni, hogy nem rablom tovább a másik idejét, vagy hajlandó vagyok az irányába valóban elköteleződni. Mert vagyok én házasságpárti, ezt is elmondtam egyébként egy előző videómban, ha csak a statisztikát nézzük, 3-5-ször nagyobb a válás esélye egy élettárs kapcsolatban. Mert ugye valahol a lelkünk mélyén képletesen egy együttélésben azért csak ott vannak azok a bőröndök az ajtóban. Csak ott van benne az, hogy már nem kell annyit vacakolni a papírozással. Szóval szerintem érdemes elgondolkodni rajta, hogy igenis a két legfontosabb dolog a bizalom és az elköteleződés, és az elköteleződés az egyúttal azt is jelenti, hogy mindazokban a dolgokban, amiket az előző bizalom videóban, itt fent a link, elmeséltem, azokat, azokban a témakörökben bízhatsz bennem. Ennyi volt itt hirtelen. Legyen szép napotok! Köszönöm, hogy velem tartottatok.